Sziasztok, én Kodi vagyok, és ahogy látjátok, MotoGP 13-ozni fogok nektek. Nem először játszok, ahogy láthatjátok, a jó felső sarokban ott van, hogy 15-ös vagyok. Most vettem észre először, hogy ott van az a szint. Na, karrierben is már elég, vagyis hát harmadik szezonba tartok, azt hiszem. Hát ugye első szezon az ilyen menny 5 versenyből állt, és akkor... De amúgy az második szezonban is ugyan ezek a pályák voltak, ugyanilyen sorrendben. Na mindegy. Na most jön az Austin. No. Red Bull Grand Prix of the Americas. Amerikásba megyünk. Texas. Jó, menjünk oda. 15% az 3 kör, vagy 4. Melyik pályán hogy van? Pro minden. És akkor... Mehetünk is. Na, ugye Xbox Joy-jal játszok. Aki nem tudta volna, van nekem. Igen. Na, a legjobb idő. Nagyszerű. És olyan szép ez az izé. Sisak, milyen, olyan szépen ki van dolgozva. És tök jó. Na. De igazából külső nézetből szoktam menni. Szóval így. Igazából, és hát így is szoktam néha, de nem mindig. Inkább így. Ja, és majd a videó végén be lesz vágva egy, vagyis kettő videó részlet, amit tegnap vettem fel talán, azaz hétfőn. Ilyen esés lesz az egyik, másik meg, vagy csak az is esés. Na, negyedikek vagyunk, eddig szépen jövünk fel. Ez az, kielőztek, külső éven, belső éven bemennék, de nem bírok, felborítom. Miért esett a gyerek, azt a mindenit. Hoppá, arra hát életben én is kicsúsztam. Ne, ne én csúszol ki, hát ez hülye ez. Na így. Tökéletes. Amúgy a 2013-as játék, és az esést nem tudták normálisan megcsinálni. A GTA 4, nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem 2008-as, vagy 9, vagy hogy van? Mindegy. Abba jobb az esési fizika, mint ebbe a 2013-as játékba. Ez mi? Mert jó van, hogy elesik meg minden, de hát... Pörög... Nem is... Be se hajlik a kezem, mit tudom én. De hát mindegy. Ez van. Én remélem lehet hallani. Már... Jó, hát csináltam hangtesztet. De na. Jó, lemaradtak. És hogy nézem, véget is ért az első kör. Vagyis, igen. Így de menők vagyunk. Amúgy itt bal oldalt néz a csávó a motor mellett, itt meg jobb oldalt. Szerinted? Hogy is van ez? És amúgy, hát aki Xbox Joy-jal játszik, az, na annak mondom, hogy az Y, az így jobban bedől a kanyarokba. Szóval gyorsabb kanyaroknál az jobb, szerintem. És az A,
az ilyen kézifékszerű, hogy most is nyom az alt, és hát, ja, végülis fék az is, de szerintem, mint a kézifék lenni. És motoron is van ilyen. Nem mindig. Nagyon lemaradtak. Mi van velük? Én mondjuk az első szezon, mint a második szezon, ahol már 20 futam volt ennyi, abban felétől kezdtem így első-második helyen lenni, addig így mindig utolsó voltam majdnem, szóval. De most már azért belejöttem, meg ugye jobb motor is van, meg tudom. De ez mindig azért a Moto 3, mert azt mondom, a MotoGP az 1000 köbcenti, ez a 250-es. A Moto 2 az a 650 köbcent is. És mentem ugye mi az instant race, vagy mindegy a legfelső, ahol ki lehet választani, hogy melyikbe akarsz menni. És akkor megnéztem, hogy milyen az 1000 köbcent is. Hát kicsit már most lenne 200-om. Meg kicsit termetesebb a motor is, meg minden. Gumi az sokkal szélesebb. Meg ugyanígy van beállítva, ilyen semmi pró vagy mi. És kanyaroknál nyomom neki tőgázból, és kicsúszik egyszerűen. Itt meg nyomom, és semmi. Még csak beseremeg vagy valami. Na jó, néha. Szóval nem tudom, mi van. Meg egy kerekezésnél, és itt is teljesen a francba. Teljesen hátrahúztam az analogot, és nem esett hátra, ott meg egyből hátra esni. Mindig. És az nem tudom mi van, de csak akkor rezeg a joystick, hogyha el akar esni a csávó. Szóval így be remeg a motor, vagy valami, hogy kezd kicsúszni. Már nem úgy, hanem megfordulni, vagy driftelni akar, vagy valami. És most nézem, utolsó kör. Jó van. És tök jó, így hátra néz a csávó, és így fönt, meg ott a karja között. Amúgy van még nap, amikor mentem biciklivel, akkor megpróbáltam így a kezem alatt így átnézni. Hát jó, hát mögöttem nem jött senki, szóval nem tudtam, hogy mennyire látnám, ha jön mögöttem valaki. De hát így nem tudtam egyenesen menni a biciklivel, szóval így elveszett az egyensúlyt, vagy nem tudom. Szóval így elég gáz volt. Ez meg itt 200-zal hátra néz. Hát jól van, barátom. Olyan, mint a dinnye lenne a sisakom teteje. Nem, van zöldön fekete csikos. 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 Na a fiú. A múfú. Egy visszajátszásunk van csak akkor, hogy nem kéne elesni. Még utolsó kanyar. De attól még el lehet esni, de már nem. Na, egy kerózni akarok. És be egy kerózunk a célba, vagy nem. Figyeljétek. Levegőbe ment azt a... Na, egy ugyanilyet fogok bevágni majd a végére is. Na. Hát akkor... Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót. Én Kodi voltam. Sziasztok!
Security.